Üdvillő módon mindenkinek! Ez itt a Rezsipercek plusz negyedik része. Ha ide értetek, akkor menjünk órát olvasni. Ez a kis fotel megvár engemet, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Túl vagyunk az első olyan hetünkön, amikor áramkorlátot állítottam be az akunak, hogy nem töltődhet akár mennyivel. Hát mondhatom, érdekes eredmények születtek. Ugyan itt lapul a kis akunk. Az elejét azt nem nagyon mutogattam egyáltalán. Most viszont érdekes értékek vannak rajta. Mindösszesen csak a második LED az, ami villog, és egy darab, ami folyamatosan világít. Tehát azért így érezhető, hogy azért adtunk az érzésnek. Annyira nagyon nem egyébként nem veszélyes. Lássuk az óraállásokat. Remélem odafókuszál. 166,17. És 1,7 kWh hálózatból, tehát hálózatra nem kellett átálljunk egyáltalán. Jelen pillanatban 1,10 kWh, amivel töltünk. Batériát 17 amperrel töltjük, a többi az elmegy fogyasztásra valószínűleg. Nézd már, 250 voltos hálózati feszültség. Hát ez azért borzalmas kategória. Na de én a napelemet akarom itt mutatni, hogy 408 voltos, 409 voltos munkaponton dolgoztatjuk az invertert. Tehát mindig megadtuk neki a lehetőséget, hogy viszonylag jó munkaponton dolgozzon. Nyilván, hogyha jobban beterheli a napelemeket, akkor alapvetően lejjebb veri ezt a munkapontot, de ez évek óta így megy és tökéletesen teszi a dolgát. Most viszont a napelemekből le fogok fűzni. Hát legalább 3-4 napelemet le kéne fűzni mindenféleképpen, hogy lássuk, hogy mi történik, ha nem kapunk ekkora munkapontot, az teljesítményvesztéssel is fog járni természetesen, és korlátozni fogjuk a napsütéses órák számát is, hogy jobban használódjon. Látszik azért a munkapont, azért esik, ahogy elbújik a nap, tehát nem mindig van ez ám ilyen 400 volton. A 300 körül már elkezd pityeregni. Már baja van neki, hogy keveslem. Kéri ezt a 360 körül itt, hogy ő itt jó munkaponton dolgozzon, tehát jó hatásfokkal. Na de le fogok ebből fűzni, és gyönyörűségesen meglátjuk, hogy a következő héten mit fog termelni. De előtte azért elemezzük az előző hetet, nagyon-nagyon fontos, ami a 20 amperes töltéssel zajlott. Lássuk akkor ezeket az ügyes kis grafikonokat, hogy hol tartunk per pillanat. Alapvetően a jelenlegi töltöttségünk az 66,8%, amint látható 5 amperrel töltődünk. Hát nem vagyok ám elragadtatva, hogy milyen nagyon nagy töltöttségünk van alapvetően, tehát jól fog indulni a hét, főleg, hogy eléggé felhős hetet prognosztálnak itt nekünk, úgy hirtelen, de lássuk akkor az elmúlt 7 nap eredményeit gyakorlatilag, és akkor itt láthatjuk a kis görbéket, hogy hogyan alakult a akunak a töltöttsége. Hát alapvetően én úgy látom, hogy első nap minden gond nélkül feltöltődtünk. Második nap azért itt már voltak gondok, ugyanis éppen csak, hogy feltöltődtünk, és már merülni is kezdtünk, de olyan nagyon mélyre nem merültünk le, 66%-át ez közel sem mondható alacsony töltöttségnek idézőjelbe. Következő nap a feltöltődés az úgy mondhatni majd, hogy nem elmaradt, ugyanis délután 5 óra környékén még mindig csak 96% környékén voltunk. Aztán helyre jött a rendszer. Gyakorlatilag ez köszönhető annak, hogy volt nekünk egy gyönyörű szép kis hosszú hétvégénk, ami azt eredményezte, hogy alapvetően nem nagyon fogyott a villany. Hát néha nem volt itthon napközben senki, éppen ezért nincs volt hova elhasználni a villany, csak az alapfogyasztók mentek. Tegnap viszont volt egy vendégünk, aki hát villanyos autóval jött. Úgyhogy adtunk neki egy kis villanyt. Ez nagyon szépen látszik a görbén, hogy 14.40-től kezdtük el tölteni neki az autót, és körülbelül ilyen 8 óráig töltöttük, akkor mentek haza. Itt már látható az éjszakai fogyasztásunk. 20%-ig csökkentünk le, hát történelmi mély merülés a háztartásnak a fogyasztása során, és mai nap napközben, ugye a 20 amperes korlát az még mindig van,
napelem mennyiség az nincs megváltoztatva alapvetően, de nagyon felleges időnk volt, ennek köszönhetően hát 66%-ig sikerült feltöltődni. Azért ez nem egy olyan rossz eredmény, annak ellenére, hogy így be van korlátozva. Itt láthatjuk az áramoknak az alakulását, hát nem nagyon volt használva alapvetően az aksi, bár a grafikon is ezt mutatja, kivéve a tegnapot, amikor is itt egyre-egyre többet kezdtünk el használni, ahogy telt az idő. Egyre több kellett ugye az akuból, hát ugye a legnagyobb érték egyébként az én 51 amper körüli volt, itt mikor megszűnt a terhelés, megállt az autótöltés, 8 óra környékén akkor itt így egyből le is 4 amperre. Itt már ugye a szép kis fűrész fog jön vissza, és a ma reggeli töltés, hát azt láthatjuk, hogy ha nem lett volna az áramkorlát, akkor se lett volna valami nagy töltésünk, és még így is fel tudtuk tölteni az akunkat, mondhatni itt egy ilyen 20%-ról 66%-ra. Na holnaptól ez már egy picivel másabb lesz, ugyanis erősen korlátozva lesz a termelés. A töltőáramot azt felveszem egész magasra, konkrétan a szabványértékre, ami most ott a 60 amper lesz, mint ahogy az első héten volt, viszont a napelemekből lefűzök, hogy roncsuk a hatásfokot mindenféleképpen. Azért azt jó látni, hogy alapvetően ez a 3 amper is sokat segít a töltésben, ugyanis már 67,1%-on vagyunk, tehát még egyelőre gyűjtjük az energiát, nem pocsékoljuk, úgymond. Nézzünk még meg egy olyat, hogy mi történik, ha azt mondom neki, hogy 1-től akarom 22-ig látni, akkor azt látjuk, hogy ugyebár idáig volt az első hét, hát ott szép eredmények vannak, de hát ott maxigázon működtek a napelemek, szép idő is volt, a második hét az itt ér véget mondhatni, ott még mindig nagyon szép volt, de ott már megfeleztem a napelemeknek a teljesítményét, és ugye innen jobbra, úgymond, itt már ahol az áramkorlátás is megjelent, hát itt azért látszik, hogy egy kicsit több használódott idézőjelbe az akuból, de összteljesítményben nem használtunk annyit, ugyanis kevesebb kilowattórát használtunk, de ez mondom, ez a hosszú hétvégének köszönhető alapvetően, itt nagyon szépen látszik, hogy itt szinte semmi fogyasztás nem volt. Tehát így alig ment le 86%-ig. Tehát napközben így senki nem volt itt hol gyakorlatilag, és ez azért sokat jelentett, hogy nem kellett a villany egyáltalán. Na most a következő hét az mindenképpen izgalmasabb lesz, ugyanis még kevesebb napelemmel ugrunk neki, és szép felhős, esős időszakot jósol nekünk a meteorológia, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis téli hetet remélek alapvetően. Azt mondom, hogy mi valósul meg belőle, azt majd meglátjuk, meg hogy esetleg át kell menjünk a hálózatra, mert ezt magam sem tudom eldönteni, de abból kiindulva, hogy a reggeli 20%-os töltöttségről fel tudtunk menni 67%-ra. Ez elég jót jósol, hogy nem lesz probléma szerintem jövő héten sem, annak ellenére, hogy még jobban csökkentem a napelemeknek a számát, teljesítményét. Ezennel én bezárom ezt a részt. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akkor iratkozzál fel a Magad Uram csatornára is. A következő videóig is, na csá!